Az ünnepi műsor a himnusz eléneklésével kezdődött, ezt követően a zombori Magyar Polgári Kaszinó színjátszói léptek fel, akik színpadra állították az 1848-49-es eseményeket. Fontosnak tartom, hogy minél több magyar fiatalt összedjünk, hogy legyen ki tovább vigye ezt a tradíciót, amit elkezdtek őseink, és amit értünk tettek, hogy nem meredjen felelésbe. Az ünnepi műsor után megkoszorúzták a kaszinó udvarában felállított Schweidel József zombori születési aradi vértanú szobrát. A Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Polgári Kaszinó tagjai is lerótták tiszteletüket. Példát kell mutatnunk a többi falunak, városnak a környékünkön azzal, hogy minden évben megünnepeljük a legfontosabb eseményeinket. 1848 a felemelkedés éve volt. Reméljük, hogy ez a nehéz időszak után mi is egy felemelkedő város polgárai leszünk. Örülök, hogy elég nagy számban jöttek el az emberek, függetlenül a helyzethez. Ezt is bizonyítja, hogy mennyire fontos számunkra az ünnep, a város és az, hogy a jövőnket megalapozzuk. Pribilla Attila hozzátette, igyekeztek úgy megszervezni az eseményt, hogy eleget tegyenek a hatályos járványügyi előírásoknak.